Bár gombában nem bővelkedett az elmúlt esztendő, de a Zempléni Gombász Egyesület tagjainak van már annyi helyismerete, hogy ennek ellenére is számos kiállítás bemutatót tudtak szervezni a vidéken. Kezdte beszédét a szervezet elnöke Nagy György azon a gombászvacsorán, amelyet idén is Sátoraljaújhelyen szervezett meg az immár 9. esztendejébe lépő civil szervezet. Egy gondolat jutott eszembe az egyesülettel kapcsolatban. Mindenki tudja, hogy tisztújítás előtt állunk. Eddig is jól működött az egyesület, tudtunk egymással beszélni, tehát nem az volt, hogy egymás mögött, hanem egymással szemben, és remélem ez utána is így lesz. Tehát, hogyha véleményünk van, akkor mondjuk el egymásnak, osszuk meg, és próbáljunk közös nevezőre jutni. Ez a mondás pedig a következő, van, aki a lehetőségbe is problémát, van, aki meg a problémába is lehetőséget lát. Én azt mondom, a mi egyesületünk a problémába is mindig lehetőséget látott, és remélem ez után is így lesz. És mindig a megoldást fogjuk keresni, és nem azt, hogy milyen probléma rejlik a dolgok mélyén. Úgyhogy mindenkinek jó egészséget kívánok erre az évre is, Istentől megáldott boldog napokat. A város polgármestere mint tag és mint természetkedvelő szólt a gombászokhoz, aki szerint az egyesület tagjai igen fontos feladatot vállaltak fel akkor, amikor célul tűzték ki, hogy a legismertebb ehető és mérgező gombák ismeretére buzdítják a fiatalokat. Köszönöm, adja meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a elsőként a egyesületnek azért a közérdekű munkáért és felvilágosító ismeretbővítő tevékenységért, amelyet rendezvényeken, kiállításokon nyújt a lehetőségekhez képest. A lehetőségekhez képest az úgy értem, hogy az akarat az megvan, csak majd nincs gomba. Tehát nehéz, de még ilyenkor is megküzdenek sokszor a lehetetlennel, és mégis sikerül a kiállítást összeszervezni. Nagyon fontos, hiszen az iskolás gyerekekkel, mikor a 2 évvel ezelőtti kiállítás volt, 10-12 évesek voltak, beszélgettem 5 gyerekkel, 5 gyerekből 4 nem tudja, hogy egyáltalán hol lehet gombát találni, nem ismeri az erdőt, és nem is volt. Sátoraljaújhelyben, 5-ből 4. Tehát van itt munka bőven, és ezért fontos ez a tevékenység, ez a része is, amit az egyesület végez. Ugyanakkor 126 fős létszámú egyesületnél nem is lehet elvárni és elgondolni, hogy mindig, mindenkor, mindenkinek ugyanaz legyen a véleménye, hogy ne úgy alakuljon, hogy valaki szeret kirándulni, túrázni, járni, valaki ritkábban, valaki csak a tájékoztatás érdekel, valaki pedig a maga az erdő. Egy biztos, hogy én a magam részéről azt tudom mondani, hogy amikor igazán ki akarok kapcsolódni, akkor az úgy történik, hogy hazamegyek, elkezdem fűzni a bakancsot, és amikor már család tudja, hogy egy néhány órára eltűnök a térképről, és irány Hercegút, Újúta, vagy Vágásúta, és 20-25 kilométereket teszek meg egyedül, vagy barátaimmal együtt. És azt hiszem, hogy önök mindnyájan ugyanígy vannak ezzel, mint ahogy mi, mert hogy ez a kerete, ez a terepe ennek az egyesületnek. Nem lennének ilyen erdőink, ha nem lenne ilyen szép a vidékünk, talán ez az egyesület sem működne, vagy pedig sokkal kisebb hatékonysággal és hatáskörrel. Ez a gombászbál talán annyiból különlegesebb, mint az összes többi, hogy itt elhangzott az, hogy mint tisztségviselő, mint az Zempléni Gombász Egyesület alelnöke nem indulsz újra. Ha néhány szóban el lehet mondani, hogy mi az, amit annak idején elindítottatok és kifejlődött, és látod ennek az eredményét, akkor mi jut eszedbe? Hát közel 10 éve ugye, hogy megalakult ez a Gombász Egyesület. Ez egy baráti társaságból alakult, az az igazság. A börtönben lévő kollégák alapították, és annyira megragadott városlakókat, illetve ugye a testvérvárosi lakókat is Sárospatakról. Ez az igazi együttműködés, ez adja a kohéziót, erőt a két város lakó között, hogy hát szépen kibővültünk, hogy érdeklődés volt természetnek a ezen jelesége iránt,
csupán ennyi, aztán utána kapcsolódtak be olyan kollégák, akiknek mondjuk biológus végzettsége volt, nagyon sok érdekességet mondtak, és egyre jobban érdekelte az embert, belemerültünk, és ugye így alakult ki az, hogy 12 szakellenőri végzettségű ember van magában az egyesületben is. Maradsz azért az egyesület házatáján, attól függetlenül tisztséget nem viselsz majd? Mindenképpen, hát egy ilyen menedzseri szerepet azt mindenképpen fogok továbbvinni. Maradok tag, hogy ne. És elmondtam már többször, hogy 23 éve vagyok a Újhelyi Cserkész csapatnak a tagja, a családommal együtt. Na most a cserkészet az megfogott, az egy más világ, az a gyereknevelésről szól, az közelebb áll hozzám. Lévén pedagógusként mondom ezt. A másik dolog pedig az, hogy azért nem jó továbbállalnom ezt a tisztséget, mert a cserkészetnek a programjai és a gombász programok azok nagyon sokszor egybeesnek. És vagy tisztességgel tudja az ember tovább csinálni a vállalt feladatot, vagy inkább adja át a helyét. Az egyesületnek több településről sokféle tudású és indítatású embertagja egy valamiben megegyeznek. Szeretik járni az erdőt, megismerni a környéket, és mindenki magához mérten ad hozzá ehhez a közösséghez. Valaki a gombák megismertetésében, túravezetésben segít, mások a szervezésben, vendéglátásban. A gombászok szerint legyen az a túra közel vagy távol, a lényeg a felfedezés és a szabadban együtt eltöltött idő. Ismerősök által is hozzájutottunk információkhoz, meg a természetjárás, meg a gyerekek miatt is szerettünk volna a Gombász Egyesületbe részt venni tevékenyen. Ilyenkor, hát én is úgy tapasztaltam, hogy az a tudás, ami előtte volt, az nagyon kevés a gombázáshoz. Folyamatosan kell képezni magát az embernek ahhoz, hogy tényleg biztonságosan tudjon gombázni. Hogyha röviden kellene valakit még elhívni, barátokat, hogy az egyesületbe tag legyen, akkor te mit mondanál, miért jó itt lenni? Hát nagyon jó a közösség. Nagyon jó a közösség, többféle munka folyik, és igazából hát én nagyon szeretek itt lenni ebbe a társaságba, és mi nagyon jól érezzük magunkat, úgy a gyerekek is, úgy a felnőttek is, és hát sokfajta szakmai munka folyik, és igazából tényleg nagyon jó közösségformáló az egész egyesület is, meg a kirándulások is. Ha egy mód van rá, és összefut a család, akkor, és de talán még program is van szervezve, akkor ez az első dolog, hogy részt veszünk az egyesületnek a én irányú természetjárás, gombaismeret, illetve hát maga természet szeretete az egész család a jellemző, úgyhogy igyekszünk kihasználni minden lehetőséget, hogyha csak ilyen tevékenységet tudunk végezni. Ez egy nagyszerű dolog, hogy egy közösség élményt tudunk így kapni, nem csak egy család, hanem az egész egyesület, mint egy nagy baráti kör. Majdnem első perctől kezdve itt vagyunk az egyesületnél. Szívügyünknek tekintjük a természet, ami sok embernek hiányzik. Városi embernek ez nagyon sokat jelent. Én azt hiszem, hogy a társaság jó emberekkel, gyönyörű vidéken csodákat látunk. Az elmúlt esztendő is jó, sűrű volt, bár nyilván itt a társaságban nem mindenki vehetett részt minden egyes kiránduláson. Mi az, amire nektek volt szerencsétek eljutni? Hát nekünk több kirándulásra volt szerencsénk eljutni. Elsősorban a főzőversenyen vettünk részt, ahol jó magunk is részt vettünk ebbe, olyan értelemben, hogy mi főztünk. Jól sikerült szerintem, és jól éreztük magunkat, és úgy gondolom, hogy a gombásztagok is jól érezték magukat. Aztán részt vettük még természetesen a gombászfesztiválon, az éves gombászfesztiválon. Ott kimondottan jó programmal találkoztunk, és nagyon sok túrán vettünk részt, úgyhogy jól éreztük magunkat. Az idei tervek már lassan elkészülnek. Látunk benne Erdély kirándulást, ismét országos gombanapokra való felhívást is. Hát az idei rendszeres Zempléni Gomba Fesztivált is. Mi az, amit kitűztetek, hogy esetleg azon ott lennétek? Talán inkább az Erdély, ami minket érdekelne. Nem terveztünk messzebbre, tehát ezt a Svájcit azt inkább kihagynánk. A Zempléni Gomba Fesztiválra természetesen oda is szeretnénk megjelenni, illetve részt venni, segít
segíteni is benne, de talán az Erdély az, ami jobban vonz minket egy picikét, és talán lehet, hogy a többieket is nem tudom, de a baráti körbe, akivel beszélgettünk, inkább az Erdélyt választanám. Tavaly szeptemberben volt egy rendezvény Sátorai Újhelyen, és akkor volt lehetőségünk egy ilyen gombász túra csomagba bele csöppennünk. És nagyon tetszett a környezet, maga az emberek, maguk az a környezet, maga a közvetlenségük, ami magával ragadott munkat, és azért is döntöttünk úgy, hogy most eljövünk erre a rendezvényre, mert nagyon tetszett maga ez a környezet, a társaság. Azt is tudjuk, hogy egy vendégházat üzemeltetnek. Beleférhet a profilba az, hogy esetleg gombásztúrákat szervezzenek ott a környéken? Így van, pontosan most a Judittal most kezdtünk el egy ilyen együttműködést elindítani, amelyben igenis a vendégeinek felajánlunk egy olyan gombász csomagot, amelyben igen, akár vezetett gombásztúra csomagokat, vagy akár vezetett természetjárás is felajánlunk, és ez egy különlegesség lehet a vendégház szolgáltatásai között, amely akár azokat a vendégeket is meg tudja fogni, akik a gomba iránt érdeklődnek, a gomba iránt rajonganak. A Gombász Egyesület elnöksége a vacsorán jelentette be, hogy a következő tisztségválasztáson már nem indulnak. Így a 10. jubileumi vacsorán már az új elnök és elnök helyettes köszönti majd a tagokat. Az idei gombász közgyűlésen számos döntés várt a nagy létszámú egyesület tagjaira. A több mint 120 főt számláló egyesület tagjainak fele részt vett a tisztújító szavazáson. A gyűlés elején a pénzügyi és a szakmai beszámolókat is meghallgatták a tagok. Ami a legjobban szokott mindenkit érdekelni, hogy milyen bevételeink voltak, összehasonlításképpen a 2012 évet is feltüntettem a különböző bevételtípusok mellett. Az 1%-os személyjövedelmi felajánlással van egy kis növekedés látható. 2012-ben 365 ezer, 2013-ban 394 ezer forint bevételünk származott. Korábban volt ennél nagyobb is, mert ha jól emlékszem, 2010 körül volt 460 ezer forint is. A következő bevételünk, ami 2013 évben volt, a svájci alap volt, ami 2013 évre jutott, 1.104.000 forint. Ugye nem tudja, hogy egy működési alap ez megszűnt, ugye? Az NCS-ünk meg is nem ne a lett belőle. Tavaly 2012-ben sikerült 250.000 forintot nyernünk, tavaly évben nem. Önkormányzati támogatást pedig utoljára 2011-ben kaptunk, tehát az utóbbi években már nem sikerült, önkormányzatok is viszonylag nehéz helyzetben vannak. Pénzbeni juttatás, semmilyen az alapcélunknak megfelelően senkinek nem jutottunk az avízérethez hasonlóan 2013-ban sem, mint ahogy a vezetőség is örök sem kaptunk pénzbeni juttatást a tevékenységükért. Kiadási rész, én felkészültem, hogy akár tételesen is el tudom mondani, mint ahogy a bevételt is, de nyilván én is összesített adatokat tüntettem fel. Az egy jelenlegi átfordítás, hogy 1.256.000 forint. Itt ugye a különböző előadásoktól kezdve nyomtatványok beszerzése, minden megjelenő költség. Személy jelenlegi átfordítások 950.000 forint. Itt az étkezések, utazások, feszülelási, de értékcsökkenési leírás 113.000 forint, ez ugye a fennálló tárgyeszközei projektor módbooknak a amortizációs költsége. Pénzügyi műveletek ráfordítása, ez nem volt, tehát a bankoknak kamatot nem fizetünk, összesen 2.319.000 kiadása volt az egyesületnek. A vizsgálunk el, hogy a közhasznúsági feltételeknek hogyan felelünk meg. Két részből tekintjük össze, egyrészt az emberi, tehát az erőforrás, a pénzügyi erőforrásokat kell vizsgálni, másrészt pedig a társadalmi támogatottságot. Az első résznél átlagos éves bevételünk meghaladja az 1 millió forintot, az elmúlt két év átlagát kezdődik. Előző évben 1.864 volt a bevétel, most 2.357, tehát már látszik, hogy 1 millió felett vagyunk. Ennek a feltételnek megfelelünk. Következő, hogy az adózott eredményünk nem lehet negatív két év átlagában, mivel ugye itt is 250 ezer volt előző évben, most 38 ezer,
átlagban 144 000, nyilván felett van, így is megfelelünk ennek a mutatónak, és ha jól tudom, itt a 3-ból 2-nek meg kell felelni ahhoz, hogy közhasznúak legyünk. Szerencsére, hogy a 3-ből a 3-harmadik is megfelel, mégpedig az, hogy a személyi jellegű ráfordítások az összes ráfordítás 25%-át legalább tegye ki. Ez nálunk 34,4%-ra jön ki. Tehát a pénzügyi erőforrás ellátottságnak 2013 évben megfeleltünk. A társadalmi ellátottságnál, itt ha jól emlékszem, egynek kell megfelelni a 3-ból. Az egyik mutatószám, a személyi jövedelemadó 1%-a, amit kaptunk, az legalább az összes bevételünk 2%-át tegye ki, mert nálunk egy zuhanyadó érték, 21,9%, mert itt is megfeleltünk a közhasznosságnak. A következő, hogy a közhasznos tevékenység érdekében felmerülő költségek, azok az összes ráfordítás legalább felét tegyék ki. Most mivel válik semmi a vállalkozási tevékenységet nem követünk, hogy az összes költségből a közhasznos tevékenység érdekében merül fel, pedig is a 100% megfeleltje az ötlenet, megint megfelelődik, és mi a harmadikat már nem is vizsgáltam, mert azt Juditnak tartsa, hogy legalább 10 közérdekű önkéntes segítette a munkánkat. De ugye ez nem olyan önkéntes, mint mindannyian vagyunk, hanem ugye ennek megfelelő önkéntesek vannak. Én ezt nem vizsgáltam, mert a 3-ból 2 meg volt. Erről majd ki beszámoltunk. A szavazás előtti hetekben az egyesület tagjai jelölték maguk között azokat a személyeket, akiket érdemesnek tartanak arra, hogy a közel 10 éves szervezet munkáját folytassák. Hosszas vita után az egyesület elnöke Kőszeginé Tóth Judit lett, elnök helyettese Ragyák Jánosné, titkár Lipész Gyuláné, pénztár.